6 éve húzódik a per a Heves megyei roma gyerekek ügyében, több száz érintett is lehet. Tegnap hozott elsőfokú ítéletet az EGRI törvényszék, a bíró elmarasztalta a helyi pedagógiai szakszolgálatot is. A törvényszék megállapítja, hogy a harmadrendű alperes 2004. január 27. napjától kezdődően a Heves megyében élő iskola köteles normál képességű cigány gyermekeket közvetett hátrányos megkülönböztetésben részesíti. A bíróság szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Klik is hibázott, mert tudtak a helyzetről, de semmit sem tettek ellene. A Klik az, mint a Heves megyei pedagógiai szakszolgálatnak a fenntartója, az ellenőrzési és intézkedési kötelezettségnek az elmulasztásával fenntartotta ezt a helyzetet, és tulajdonképpen a minisztérium is ehhez asszisztált, úgymond. Az esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány szerint Magyarországon évtizedek óta szegregálják úgy a roma gyerekeket, hogy fogyatékosnak vagy sajátos nevelési igényűnek titulálják. Ez azért probléma, mert ezekben az osztályokban teljesen más a tanterv. Nem tudnak megfelelő képzettséget szerezni, és így munkájuk sem lesz. Horváth Tibor például már be sem kerülhetett abba az iskolába, ahova menni akart. A suliban azt mondták, hogy én ne menjek, vagy azt javasolták, és akkor mondtam, hogy én még megpróbálom. De hogyha nem sikerül, akkor leszek szomorfásom. Az ő esete végül kártérítéssel végződött, de konkrét felelőst itt sem találtak. Az alapítvány ügyvédje azt mondja, a mostani Heves megyei ítéletnek örülnek, mert végre kimondták, hogy valaki felelős. Mégsem teljesen elégedettek. Amit hiányoltunk az ítéletből, az az, hogy nem mondja meg a bíróság, hogy most mi a teendő, hogy kinek mit kell csinálnia azért, hogy ez ne fordulhasson elő a jövőbe, illetve hogy a most már indokolatlanul fogyatékosnak minősített gyerekekkel mi lesz. Kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát is. Azt szerettük volna megtudni, hogy pontosan hogyan változtatnak majd a rendszeren, de érdemi választ nem kaptunk.